Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, titeket, iskolánk névadójának, Kántor Mihály születésének 133. évfordulója tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepségünkön. Kedves vendégek, énekeljük el a nemzeti himnuszt! Kántor Mihály Gyermekszemek című versét előadja Deák Dóra, 6. A osztályos tanuló. Kántor Mihály Gyermekszemek. Mikor belépek az iskolába reggelente az iskolának ajtaján, úgy érzem, mintha titkaival a végtelen ragyogna rám. Gyermekszemek nagy tengersíkján a múlt és jövendő csillag át, mélységeit kimérhetné meg, kiláthatná be távolát. Kutatok nagy mélységetekben, vizsgálom titkos arcotok. Te Jóska, Bandi, Pista, János, kik is vagytok hát? Szóljatok! Lobogó láng szeretnék lenni, hogy tűzre gyújtsam szívetek, s ki tudja, a magyar megváltó nem itt van éti köztetek? Felkérem Németné Szendrei Csilla intézményvezető asszonyt ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt ünneplő közönség, szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, iskolánk névadójának, Kántor Mihály születésének 133. évfordulója alkalmából megrendezett koszorúzás ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm Donkó Józsefet, a Sárospataki Tankület Központ igazgatóját, Stumpf Attilát, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal cigándijárás hivatalának vezetőjét, Szepesi Márkot, cigándváros jegyzőjét, Mucsi Gergelyt, a Decathlon Áruház Nyíregyházi Egység igazgatóját, Téglás Dezsőt, iskolánk nyugalmazott igazgatóját, és Bodnár Balást, iskolánk volt igazgatóját, iskolánk pedagógusait, tanulóit és minden kedves jelenlévőt. Kántor Mihályra emlékezve felidézném életének néhány fontos momentumát. 1885. január 31-én született a szomszédos Tiszakarádon. Földműves szülei nem akarták tovább tanítatni, de tanítója Berecz Károly nem csak névrajzi érteklődését keltette fel, de a sárospataki tanítóképzőben való tanulását is lehetővé tette. Rendszeresen foglalkozott a néprajzi és helyi ismereti kutatással, gyűjtő tevékenysége a népélet számos területére kiterjedt.
Közvetlen kapcsolat fűzte a néprajztudomány néhány vezető egyéniségéhez, Bátkai Zsigmondhoz, Lajta Lászlóhoz és Gönyei Sándorhoz. Első néprajzjellegű dolgozata az Oldalgazda 1909-ben jelent meg. Ezt követő évben pedig a Vodrökközi Szólás Módok című gyűjteménye. 15 év szünet után sorra jelentek meg tanulmányai, részdolgozatai. Bodrogközi adatok a sarlós aratáshoz, hogyan készül a karikás, az ezer éves cigándi malom, a cigándi cigányok gyékény munkája. 1932-ben a Bodrogköz című kiadványa és 1940-ben a Népművészet Zemplénben címmel jelentek meg publikációi. A közélet munkájában és néptanítóhoz híven aktívan vett részt. 1911-ben megalapította a Keresztény Ifjúsági Egyesületet, szintén alapítója és egyben vezetője is volt a Levente Egyesületnek és a Magyar Búzavirág Tánc Együttesnek, amely legnagyobb sikerét a cigándi keménycsárdással érte el. Gyűjtötte a kender és lent feldolgozásához kapcsolatos adatokat, szőtteseket. Gyűjtésének legszebb darabjaiból kiállítást rendezett, amit a Néprajzi Múzeum vezetői, köztük Györfi István is megtekintettek. A cigándia kiemelkedően szép szőtteseinek múltjával, jelenével és formakincsével kapcsolatos gyűjteménye 1961-ben jelent meg Bodrogközi Lent és Kender munkák című könyvecskéjében. Kántor Mihály nem csak a saját jelenében élt, hanem érdekelte és kutatta a múltat és gondolta a jövőre is. Életének alapgondolata volt adni és szolgálni. 83 éves korában halálával olyan életművet zárt le ez a sokoldalú ember, amely biztos alapja nem csak az iskoláknak, hanem városunknak is, melyre a következő nemzedék joggal lehet büszke. Iskolánk célja Kántor Mihály hagyatékának megőrzése. Nevelőtestületünk lelkiismeretesen törekszik eszmeiségének fenntartására. A múlt megismerése a mindenkori jelenem feladata. Tanulóinknak, gyermekeinknek meg kell tanítanunk őseink, családjának, környezetének történetét, hogy ezáltal megismerje nemzetét, kultúráját, alakítsuk értékrendjét. Nagyon fontosnak tartom továbbá Kántor Mihály szellemiségéből azt is megőrizni, hogy ne csak a múltat tiszteljük, vegyük észre az értéket, a maradandót, a tehetséget, a munkát a jelenben is. Hiszen a jövő szempontjából, a holnap szempontjából, a ma már múltnak fog számítani. Munkálkodjunk iskolánk névadójánál nem kevesebb alázattal azon, hogy az általunk nevelt nemzedék tisztelje a múltját, munkája a jelenét, és akkor talán mi, a mi erőfeszítéseink sem voltak hiába. Köszönöm szépen a figyelmet! Fülep Tímea, 7. B osztályos tanuló, Kántor Mihály, az 5. parancsolat című versét szavalja. Kántor Mihály, 5. parancsolat. Sovány gyerek az Isten adta. Lelencből hozták, haja szőke. Komor nézésű, mintha tudná, hogy tüskéből van útja szőve, úgy bolyong rajta elveszőbe. Ma nagy dolog lesz iskolánkban. Ma megtanuljuk, honnan árad családra, honra Isten áldás, parancsot, amit az Isten átad, tiszteld apádat és anyádat. Úgy fénylenek a gyermekarcok, szemükkel Isten, mintha látná, kinek kezében hosszú élet, ha jó leszel, de érzed átkát, ha a parancsot átalhágnád. Apád, anyád, a földön minden, kik által Isten őrzi élted. Add kenyeret, arcodra csókot, amikor innen hazatértek, csörgő dió gurul elétek. Tiszteld apádat és anyádat. A szemek tüze szinte éget. Csak ott a hátsó padban áll fel a kis lelenc, mint a kísértet, hogy ő itt valamit nem értett. Kedves vendégek, tisztelt jelenlévők, fogadják nagyon sok szeretettel a cigándi gyermektánc csoport cigándi koreográfiáját. Thank you.
kor koszorúzása következik. Cigányváros önkormányzata nevében koszorút helyezel dr. Szepesi Márk, cigányváros jegyzője. Zemplén megyei kormányhivatal, cigányeljárási hivatal nevében koszorút helyezel Stumpf Attila Gábor hivatalvezető úr és Kisné Balogh Szilvia hivatalvezető helyettes. Kántor Mihály Általános Iskola nevében koszorút helyezel Donkó József, Sárospataki Tankerületi igazgató és Németné Szendrei Csilla intézményvezető asszony. Központ nevében koszorút helyezem Németi András igazgató, Böttyösné Fodor Kiszti könyvtárvezető és Szabóné Horváth Eszter múzeum portavezetője. És a Bodrog Közkincsei Bölcsöde nevében koszorút helyezzel a szobornám Szűcs Erika és Fegyváriné Németh Ilona vezetők. A Bodrog Köztáj Múzeumáért Alapítvány nevében koszorút helyezel Lőrinc János, kuratóriumi tag. Köszöntöm Önöket a Kántor Mihály Általános Iskola tornatermének átadó ünnepségén. Külön köszöntöm Donkó József urat, a Sárospataki Tankerület Központ vezetőjét.
Mucsi Gergely urat, a Nyíregyházi Dekatlanára áruház igazgatóját, dr. Szepesi Márk urat, cigányváros jegyzőjét, Stumpf Attila Gábor urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal cigándi járási hivatalának vezetőjét, Kisné Balog Szilvia hivatalvezető helyettes asszonyt, Téglás Dezső nyugalmazott igazgató urat, Bodnár Balázs volt igazgató urat, Szűcs Erika igazgatóasszonyt, a Tündérkert Oboda vezetőjét, Horváthné Szabó Juditot nyugalmazott tanítónőnket, Oláné Terjék Erzsébet tagintézmény vezetőasszonyt, valamint Szabóni Horváth Eszter múzeumporta vezetőjét. Kedves vendégek, tisztelt jelenlévők! Szabóni Horváth Judit nyugalmazott tanítónő méltatása következik. Tisztelt ünneplő közönség, szeretettel köszöntöm Önöket ezen a jeles napon, melynek eseménye két fontos dolgot tartalmaz. Az első volt kolléganőnk nyugdíjazásának, illetve szolgálati emlékérmének az átadása be fog sor kerülni, és a második pedig a sportcsarnok, a tornaterem átadása. Egy jó tanár sokszor olyan, mint egy második szülő, aki nem csak a gyermek oktatásában, de a magánéleti problémáiban is szerepet vállal. Amellett, hogy magas színvonalon tanít, szeretet és empátia van benne. Szabóni Horváth Judit tanítónő 40 éven át kísérte szeretettel diákai életét, és hagyott bennük soha ki nem törlődő kedves emlőket. Munkáját megköszönve az intézmény vezetése 9/2017-es iktatószámú javaslat alapján felterjesztés kezdeményezett a fenntartónál a pedagógus szolgálati emlékérem adományozása érdekében. A kitüntetést az Emberi Erőforrások Minisztérium adományozta Balogh Zoltán miniszter jóváhagyásával, mely a mai napon kerül átadásra kollégáinknak. Felkérem Donkó József urat, a Sárospataki Tankületi Központ igazgatóját, hogy a díjat adja át. Szabóni Horváth Judit kolléganő 1978. októberétől dolgozik tanítóként. Munkahelyei Nyéklátháza, Ónod, Cigánd. 1989. augusztus 16-ától intézményünk oszlopos tagja. Az alsó tagozatos gyermekek oktatását, nevelését vállalta fel 1-től 4. évfolyamig. Az eltelt idő alatt 9 csoportot készített fel a felső tagozatos tanulmányaikra. A rendszeresen szervezett osztálykirándulásokkal, táborokkal nebulóit megismertette Kelet- és Észak-Magyarország nevezetességeivel, kulturális értékeivel. 13 évig szerkesztette az iskolaújságot, és vonta be a tanulókat a cikkek, tudósítások, beszámolók, rejtvényfeladatok készítésében. Az alsós munkaközösség céljai, programjai megvalósításában aktívan közreműködött, a kollégáival közvetlen kapcsolatot ápolt. Több évtizeden keresztül gondos odafigyeléssel támogatta, mentorálta a sárospataki és a nyíregyházi főiskoláról érkező hallgatókat a rövid, hosszú gyakorlatok elvégzése során. Konstruktív kapcsolatot ápolt a szülőkkel, gyermekek fejlesztésében közreműködő szakemberekkel. Nyugdíjba vonulásával egy kimagasló szaktudású, kreatív, sokoldalú személyiség távozik csapatunkból. Mindenkinek, akinek része volt abban, hogy én most itt állhatok, de azt hiszem, hogy elsősorban a közvetlen főnökeimnek, akik úgy ítélték meg, hogy én ezt megérdettem. Köszönöm.
Felkérem Németné Szendrei Csilla intézményvezető asszonyt a pályázat bemutatására. Kedves vendégeink! Iskolánk életében kiemelt fontosságú a sportoktatás, a tehetséges gyerekeink fejlesztése különböző labdajátékok, atlétikai és úszás terén. Fontos számunkra az oktatás feltételének folyamatos fejlesztése, javítása. Nagy lelkesedéssel fogadtuk a pályázati lehetőséget, mely hozzájárul sportlétesítményünk javításához. Örömmel jelentem be, hogy a 10 próba Magyarország Kft. Sportból a legtöbbet elnevezésű pályázatára 2017. március 31-én benyújtott sportudvar fejlesztési pályázatunk pozitív elbírálásra került. Pályázati anyagunkat Gál Károly építészmérnök, a Virtuál Építés Stúdió vezetője tervei alapján készítettük el. A Decathlontól 6 350 000 forint támogatást nyertünk el sportér kialakítására. Ez az összeg segíti majd tanulóink nevelését, hogy egy jobb, egészségesebb életmód birtokosai lehessenek. Az eredeti tervek megvalósítása akadályba ütközött. Mivel a Sárospataki Tankerület Központ által benyújtott uniós, komplex épület és sportudvar fejlesztési pályázat nyertes lett. Külön köszönjük Pósfai Gábor úrnak, a Decathlon Magyarországi ügyvezető igazgatójának, hogy lehetőséget biztosított a pályázat módosítására és a megvalósítás határidejének meghosszabbítására. A kivitelezési munkálatok elvégzését a debreceni Ecosport Kft. Nyerte el Benke Gyula ügyvezetésével. A felújításban részt vett a Cigándi település üzemeltetési non-profit Kft. Is Gönczi Zoltán vezetésével. A sikeres pályázatnak és a kivitelezők munkájának, valamint a Sárospataki Tankerületi Központ vezetőinek és munkatársainak segítségével intézményük telephelyén a tornaterem belső része megújulhatott. Úgy gondolom, hogy közös célunk, hogy a mai számítógép irányított mozgásszegény világban egészséges életmódra és életszemléletre neveljük a hozzánk járó fiatalokat. Hogy a sport az életük természetes része legyen, hiszen annak pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a szellemre, a lélekre is hatnak. Így diákjaink kiegyensúlyozott serdülőnként fejezhetik be általános iskolai tanulmányaikat. A Kántor Mihály Általános Iskola Tantestülete elkötelezett a fenti szemlélet kialakításában, elmélyítésében, amelyet a mai napon átadásra kerülő tornaterem nagy mértékben megkönnyít. Bízunk abban, hogy a beruházás már a közeljövőben újabb látványos sporteredményekben térül meg. Köszönjük valamennyi résztvevő segítőkészségét, melyen hozzájárultak ahhoz, hogy az itt tanuló diákok megfelelő körülmények között sportolhassanak. Hatalmas öröm számunkra, hogy újra birtokba vehetjük a tornatermet. Köszönöm szépen! Felkérem Mucsi Gergely igazgató urat beszéde megtartására. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, kifejezetten titeket gyerekek, fiúk, lányok, sziasztok! Nagyon örülök számomra, hogy itt lehetek most a tornateremnek az átadásán. A Decathlonunk neve mindig is egybefort a sportnak a szeretetével. Az áruházunk már a kezdetektől fogva azon munkálkodik, hogy a sportnak a szenvedélyét és szeretetét eljutassa az emberekhez. A sportból a legtöbbet pályázatunknak a cél igazából ugyanez volt. Az általános iskoláknak a lehetőségét szerettük volna szélesíteni, hogy ezáltal még több gyerek sportolhasson. A pályázatnak köszönhetően a nyertes oktatási intézményeknek a diákjai megújuló sportpályákon, tornatermekben és egyszerűen jobb körülmények között sportolhatnak a jövőben. Igazából én egyet szeretnék kérni, hogy tegyük elérhetővé a sportolásnak az örömét a gyermekeink számára itt Cigándon. Gyerekek, használjátok egészséggel a pályát! Kántor Mihály Általános Iskola tornatermének szalagátvágása következik.